Sziasztok, ez itt újra a Filmtár adás, Filmtár rovatunk, és hát ezúttal egy viszonylag új filmet, a John Wick 4. felvonását mutatom be nektek, amelyet ezúttal is Chad Stahelski rendezett, aki ugye most tele lesz megint filmekkel a saját naptárában, hiszen a Hegylakó remake-re be van jelentve, meg annyi más adaptációra, például a Ghost of Tsushima, ha jól emlékszem, annak az adaptációjára, ugye játék, híres játék adaptációjára. Most nagyon felkapták, hiszen a négy John Wick film egyre sikeresebb és sikeresebb lett. Ha egyre jobb lenne, ott sem, ezt én erősen kétlem, és hát ezt el is mondtam nektek, hogy azért elég hullámzó a teljesítménye a négy résznek. Számomra a legrosszabb az a harmadik rész, most így, hogy láttam a negyedik részt, ezt továbbra is meg tudom erősíteni. A negyedik felvonás sem lett tökéletes, de szerintem bőven jobb, mint amit néha olvasok kritikaként a filmről. Ennél hány sokkal szarabb filmet láttam már, és ahol sokkal szarabbak voltak a koreográfiák, ami érteti az egész ilyen akció filmek sorát. Mert ha azok rosszak, akkor az egész akciófilm mi volt, az a nagy nulla felé tendálna. Na, ebben a filmben az egyik legnagyobb teljesítmény, ez természetesen akciószekvenciák koreográfiája és a kaszkadőri munka. Tehát ha a kaszkadőri munkát Oscarra kell jelölni, ez a film az biztos, hogy a top 3-ban van valaha, de idén biztosan véleményem szerint esélyes lehet. Egyszerűen hihetetlen, hogy mit csináltak a kaszkadőrök. Van, hát talán 4 olyan jelenet, elég hosszú, ilyen 5-10 perces akciójelenet, ahol ami hihetetlen, hogy mit hoztak végre, ezek jó része vágatlan, valami 360 fokos kameramunkát hát igényel, és egyébként ha már kameramunka, akkor én abból is bőven jelölése érdekesnek tartom a filmet, valami mester az operatőr munka, fények árnyékokkal játszik, de ezen kívül nagyon sok mondani valója is van egy-egy jelenetnek. Ahogy az előző filmnél is mondtam már, sajnos vannak olyan filmek, amelyek nem tudnak sokat mondani a képekkel, viszont például a Szomorúság háromszög azt tudott, és az a film is csomó mondani valót hordoz a képi világával. Legyen a háttérben valami vizualitás, vagy fénykép, festmény, stb. Vagy például van egy olyan jelenet sor, ahol felülnézetből látjuk az akciószekvenciának egy jó részét, és tényleg olyan, mintha régen a GTA 2 játszanánk, csak egy 20 variú grafikai stílusban, pedig elvileg ezt nem számítógépet csinálták meg, csak fölül volt a kamera, és gondolom így mozgatták, de hogyan csinálták meg, ezt nem tudom elképzelni, de hihetetlen. És itt találkozunk egyébként egy olyan fegyverrel, amit még nem tudom, hogy láttam-e már, talán egy-két játékban ha jelen volt, de ott se pont ugyanígy, az ilyen tüzes puska, vagy lángszoros puska. Az olyan, mint a tüzes kard, csak puskával. Ilyen gyakorlatilag egy shotgun-szerű puskával, ha jól emlékszem, begyítve. Hatalmasat lök, és kézben szó szerint tüzel, illetve hát tüzet okoz, egégeti a delikvenst, ez is egy nagyon ötletes dolog volt. De térjünk vissza, például a rendezésre Chad Stahelski, azt a klasszikus rendezési módit követi végig a filmen, véleményem szerint, hogy különböző téteket növel. Mondjuk magával a 4,4. résszel megnevelte az előző részek ezt a tétet. A hossza is ilyen olyan 170 perc, és ezen kívül iszonyat sok akciójelenet van benne, iszonyat durva koreográfiák a fényképezéssel, és egyre hosszabb és durvább akciójeletekkel. De a filmen belül is úgy építi fel, hogy kezdésnek olyan egyszerű akciójeleteket látunk. Már John Wick-i módon egyszerűnek tűnő, hogy az ember azon, hogy miért csodálkoztak rá annyira az akciójelenetekre a filmben, ha csak az első 20-30 percet nézné meg. De aztán gyakorlatilag a japán, az oszakai szekvenciától kezdve egyre jobb és jobb lesz a koreográfia, és egyre durvábbak lesznek az akciójeletek. És ami nagyon fontos, hogy szerintem sokkal jobban vannak megrendezve és koreografálva azúttal az akciójeletek. A harmadik részben konkrétan röhelyes volt és parodisztikus. Itt is van egy apróbb milliméternyi pillanat, amire azt tudom mondani, hogy ilyen hülyén néz ki, amikor szokásosan, ami eddig is egyébként jelen volt a sorozatban, amikor közvetlen közelről lövjük fejbe a delikvenst, mert ugye mindenhol véve van ilyen golyóálló mellénnyel, szó szerint, öltönnyel és mellénnyel, de ezt már megszoktuk mondjuk a részben az előző részeknél is, de a harmadik epizódban vagy felvonásban nem csak ezek voltak a problémák, hanem hogy konkrétan vígjátékra és paródiára vették az akciójelenetek sorát. Úgy volt megrendezve, röhögtek a karakterek közben, még ilyen is volt, hogy az ellenfélek között röhögni, vihogni, mint egy Joker
Tehát nem tudom, hogy az egész egy röhely volt. A története is komolyan vehetetlen volt teljesen. A negyedik felvonásban is a történet nem lesz az ékes példája ennek a résznek sem, de hogy sokkal jobb szerintem, koherensebb, összetettebb, főleg úgy, hogy egy csomó karaktert megismerünk, újakat, régieket, és vannak hozzá érzelmi kötődések, vannak egymások való beszólogatások, de nem mindig a legdurvabb akció közepén, hanem a maximum a pihenés részeiben utána. És ezen kívül van egy-két olyan új karakter, aki igazán szerethető sokak számára. Például van egy kutyus, aki ezúttal eléggé sok feladatot magához ölel, meg jó pár ellenfelet is. És hát ez nagyon cuki volt, ahogy megoldották. És ritkán használtak szerintem helyette CGI-t, néha igen talán, de nem mindig. És az ő vele jövő senki nevű karakter is nagyon érdekes és humoros. És ahogy ez a karakter is, illetve például a Donnie-en által alakított Kane is egy érdekes karakter, mert egy szürke zónában jelenlévő karakter. Nem is totálisan gonosz, nem is a totálisan jó karakterek közé sorolható, ez egy szürke karakter. Még szerintem a Bill Skarsgård alakított Marky, szerintem rohadt gyenge gonosz volt. Szerintem gyengébb volt talán, mint az első két rész gonosza, pedig a másik résznél sem volt már egy hú de jó gonosz. De ez a Marky, ez nagyon piperkőc és egy gyenge figura volt véleményem szerint. Mondjuk a harmadik részben látott dolgokat még egy süpereli talán ilyen téren is, de egy vicces, hogy Kane, ha jól emlékszem, az ilyen botot, talán pont a vakok botát, botját is jelenti, ilyen járó botot, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem. És hát Donnie Yen játszott egy ilyen vak karaktert a 2016-os Zsivány 1-esben. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen vicces volt szerintem, hogy ezt így megoldották. Lehet, hogy ezzel is akartak utalni arra a filmre is, nem tudom. De egyébként ő nagyon durva koreográfiákat csinál, de Donnie Yen minden filmében Donnie Yen, és ez azt jelenti, hogy ő mostanában az új Jackie Chan, csak inkább ilyen durvább akciófilmekben és nem annyira akcióvigyátok jó, mint korábban Chan. És most ő az ügyeletes, hát harcművészünk Távol-Keletről, pedig majdnem 60 éves, sőt, most lehet, hogy már 60 éves is. A másik ilyen 60-61 éves Hirozuki Sanada, akit ugye már a Mortal Kombat után nagyon sok filmben láthattunk, hasonlóan durva harcokkal. Itt is az a helyzet, bár sajnos nem olyan sokat szerepel, mint gondoltam volna. Azt hittem, hogy a film végéig jelen lesz, de végül nem lehet. Viszont az ő szála szerintem a kevés érzelmi szálak egyike ezen a filmszérián belül, bár összesen itt nem egy Oscar díjas valamire kell gondolni, de hogy ebben az akciókkal teli filmben azért ez egy ezerosebb szál. Itt van még egyébként Clancy Brown, aki ugye korábban Kurgant alakította ugye a Hegylakóban, meg megannyi más sorozatban a filmben elég durva szerepeket. Itt most ő egy ilyen, hát ilyen bírnok, ilyen bírószerű valami, vagy döntnök, nem is tudom minek mondjuk, akit a kör küld különböző feladatok, ugye, hát levezetésére és eldöntetésére, így fogalmazzak. Visszatér ugye Iron McShane, Winstonként. Szerintem elég sokat szerepel, azt olvastam a kritikákban, hogy alig-alig szerepel, de viszonylag fontosabb karakter az ebben a részben, és nem annyira van talán terem, mint az előző résznél, ahol talán ez volt egy kicsi pozitívum, egyetlen pozitívum, de én azt kell mondanom, hogy meg voltam elégedve, amennyit szerepelt a Vászton. Aztán itt van egy Sharon, ugye a szegény Lance Reddick alakítás, aki nemrég halt meg, és az ő karakter itt is kicsit szomorúbb véget ér, és így még inkább ilyen paralelbe, párhuzamba volt állítható sajnos a való élet, és az ő karaktere. Eléggé sajnálatos volt számomra, de hát mind az ő karakterét, mind a színész nagyon kedveltem. Úgyhogy nyugodjék békében. Lawrence Fishburne volt megint a újabb visszatérünk, ugye a királyunként. Ő viszont szerintem kevés teret kapott, egy-két humoros beszólogatásra jutott igazából neki, és ennyi. Georgiou pedig egy olyan karakter, aki nagyon sok filmben ilyen verekedős, ilyen egy side boss karaktert alakított. Itt is ez jutott neki, de hát én annyira nem eljutam el tőle, bár őnek is elég sok akciójelte volt, de a koreográfiája nem volt olyan durva szerintem, mint Reeves esetén például, vagy a többiek esetén. Egyébként ha már kijön Reeves, hát hihetetlen, hogy 58-59 évesen, amikor ezt felvették, hogy miket csinál. Hát én szeretnék ilyen idősen ilyen dolgokat tenni.
Hát állítólag meg is sérült itt ott, amott, de az a durva, olyan nagyon komolyan sérül, és nem is volt igazán ez a durva. Meg is köszönte annak a négy kaszkadőrnek a munkáját, egy 10 000 Rolex-el mindannyiukra számára egyenként, akik vele együtt dolgoztak a nagyon durva jelenetein. Ugye ezt a John Wick 5-ként nevezte el, ugye az ötös. Ő is meg a négy kaszkadőre, nagyon kedves, szokásos kedvessége, ami tőle várható és látható. És ez teljesen nem művi, hanem szívből jövő. Ez az, ami szerintem a legtöbb színésznőből sokszor manapság hiányzik egyébként, a természetes hatás. Nem a művesség, nem az álszentség, hanem amikor belülről szívből jön és érzi a néző, hogy ez tényleg így van. Hát Keanu Reeves az ilyen ember, plusz hogyha valakitől olvastunk, hallottunk már olyan dolgokat, hogy például a reptelen metróba találkoztak vele, végig csak a legnagyobb pozitív dolgokat tudják róla mondani. És volt is egy olyan kép, azt, amikor elaludt a metrón, és valaki lefotózta. Tehát ő hihetetlen szerethető karaktereket is játszik olykor, meg színészként is nagyon szerethető, de mint az emberként is nagyon kedvelhető, és hát nem hiába meg annyi díjat kap szinte a rajongóktól ilyen téren. És hát amit itt tényleg nyújt, az valami hihetetlen olykor, hogy miket meg nem csinált. Van például a lépcsős jelenet, amit tudom végig szinte vele vettek föl ott a vége fele. Vagy például a japán oszakai rész, vagy a párizsi jelenet sor, ahol 360 fokban dolgozik, ahogy említettem, a kamera, és végig szinte vágatlanul van jelenet sor, CGI-jel és valós elemekkel egyébként keverve. Hasonlóan egy kicsit, mint a Mission Impossible 6 párizsi jelenete, nagyon kiemelkedő. A zene is szerintem változatosabb, érdekesebb, mint például a másik, vagy a harmadik részben. Mondjuk néha fedeztem fel egy az egyben, szerintem más zenéket, más akciófilmekből szinte álltam el, meg pár szimberi elemet. De Tyler Bates azért elég jó zenét hozott össze, ami a jelenetekhez nagyon jó rímel. Külön hallgatván nem olyan erőteljes, van nagyon sok a betétdal is, de összességével, vagy hát úgy betétdal, úgy értem, hogy egy átvitt szám, egy valós szám, amit nem ők ráállt, hanem csak áthoztak ide. Paint in Black például Kokair. De ennek ellenére jól működött végül is az akciójátekkel együtt. És hát a hanghatások, a zúzások, robbanások is nagyon jól jöttek ki. Ebben az egyébként Kriszti gépes jelenetben, moziteremben, ahol jelen voltunk. Ez egy 4K-s, nagyon híres vetítő gép, ahol a hangok is eléggé durvák, nem csak a képi történet nagyon szép. Úgyhogy nagyon látványosak voltak, ahogy ugye mondottam, fel is vették ezeket a jeleneteket a különböző országokban. Mi 5-6 országban járunk. Járunk, jól hiszem, Berlinben, járunk Párizsban, járunk Amerikában, valahol valami sivatagos részen, Közel-Keleten talán, nem tudom, most az fontosan hirtelen így előre már fejből, de, vagy utólag. Járunk még talán egy pillanatra Rómában is, ha jól emlékszem. Illetve még volt, mindegy, csomó helyen járunk, most nem emlékszek össze mindegyikre. De valami hihetetlen sokféle helyszínen járunk, és ahogyan azok be vannak világítva, ha mondjuk belső terekről van szó, vagy ugye a természetes fénnyel játszanak hihetetlen külső tereken, de jól megcsináltak, hogy én számomra az operatőr munka is kiemelkedő. A film végére vannak problémáim, mert kicsit olyan elnyújtott vége van szerintem majdnem, mint a Király visszatérnek, csak nem olyan szempontból, hogy nem tudja, hogy melyik jelenetnél vágja el, hanem egy-egy jelenetet, azt a kettő jelenetet nagyon-nagyon elhúzza. És kicsit olyan kérdírás is a vége. Most gondolkodott az ember, hogy lesz folytatás, nem lesz folytatás, valószínűleg ez a direkt így csinálta. Most már Pushmagnak egy ötödik felvonásról is, de meglátjuk, hogy kijelöl, hogy elvállja, mert ő már nyilatkozott olyat, hogy lehet, hogy itt szeretné abba hagyni. Spin-offok ugye jönnek még. Egy film Ana de Armas-szal, aki most nagyon pörög itt az akciófilmek szekvenciáiban. És hát lesz egy sorozat is a Continental címmel, ugye a Hotel kapcsán, ősszel idén, ha jól emlékszem. Ami még nem tetszett a filmben, az, hogy néhány akciónet túlnyújtott, és már tényleg ilyen videójátékos feelinget hoz, de a harmadik résznél még ezek is jobbak, mert nem parodisztikusok annyira, nem röhelyesek.
hosszúak, de nem mindig éreztem olyan durván túlzónak, mint a harmadik epizódban. Van egy-két jelenet, ami már tényleg nagyon durva, hogy itt 50 embert egyhuzamba megöl John Wick, illetve nagyon sokszor nem történik vele semmi baj, akkor is, amikor már 8 autó neki ment, átesett 5 üvegen, és stb. De azért tegyük a szívünkre kezünket, hány más akciófilmében volt így, akár Keanu Reeves-el, vagy másokkal. És ott ezt nem vetette fel senki. És hát az előző epizódokban is azért volt egy jó pár ilyen, főleg ugye az előzőben is, előzőben szerintem sokkal több és sokkal röhelyesebb. És itt azért kerekebb a vége. Nem olyan, mint a másiknál, hogy elvágjuk és... Vagy bocsánat, nem vágjuk. Hát ugye akkor elvágjuk és jönne a következő jelenet, de azt már nem láthatjátok csak a következő epizódban. Nem is olyan, mint a harmadik epizód, ami szerintem nagyon gagyi volt. Hanem olyan kerekebb egésznek érződik, annak elég vannak apró kérdéskörök, ahogy mondottam, de ez majd egy következő epizód esetén talán kiderítődik majd, hogy mi lesz a esetleges folytatása, lesz egyáltalán. Ami érdekes volt, hogy nagyon sok mondani való tanulság, jön elő például bibliai történetekből, bibliai idézetek vannak, vagy például történelmi személyektől való idézetek, szóval nagyon érdekes, hogy sokszor okítani szeretnének a bizonyos karakterek, meg maga a rendező, és akkor vannak utalások híres akciófilmekre, meg játékokra szerintem. Nagyon sok ilyen utalgatás, tanulság, okítás van a film, annak ellenére, hogy totál akciófilmről beszélünk. Szóval ez ilyen érdekes, van például a görög kultúrakörből, a Bibliából, ahogy mondottam, történelmi személyektől, és más filmekből kölcsönvett elemek is szerintem jelen vannak, szóval elég sok easter egg van, meg kikacsingatás a nézők számára is, de nincs túlzó, van belevíve, és nem kacsintanak azért rá a nézőre annyira durván közelről. Na, tudjátok, hogy én miről beszélek. És a kutyafaktor is szerintem ízlésesebben van ki, aztán van egy cuki ezek az új kutya. Főszereplőnk szerintem sokkal jobban megoldották, mint az előző egy-két epizódban. És benne van sokszor az akciójátékban is, úgyhogy jól megoldották ezt az egészet. Úgyhogy nekem összességében tetszett a film, egy kicsit talán túl hosszú, egy ilyen 20-30 percet lehet, hogy kivágtam volna belőle, de talán többet nem. Mert amennyire lehet pörög a legtöbb akciójátékban esetén, és nem nagyon van megállás, és nem néztem rá az órámra se. Talán mondom, egy-két túlnyújtottabb jelenetnél ma azt éreztem, hogy ez kicsit már sok lehetett volna elev is lezárni, mert látjuk, hogy önismétlően válni kell esetleg egy-két ellenféllel John Wick, és ezt már láttuk az epizódon belül is, attól, hogy még kettőt hozzáraktok, attól, hogy több lesz, ugyanabban a formában nem kapunk igazán jobbat, néha kevesebb több, tudjátok. Tehát ez az, ami hiba még, de összességben nekem ez a rész az első résszel együtt talán mégis a négy részben a jobbak közé tartozik, illetve ezek vezetnek, utána a második rész, majd a harmadik rész, a legvégén kullog, és úgy érzem, hogy a harmadik részt nem is nagyon kell megnézni ahhoz, hogy megértsétek. A negyedik részt nagyon minimálisan van értelme, hogy ha megnézitek, mert szerintem nagyon rossz, számomra az 1-2 és a 4 az, ami olyan, hogy esetleg később majd újra nézem, de azt nem érzem, hogy ezek korszakos zsenik lennének, még akár a műfajon belül is. Láttunk ennél jobb, szerintem, akciószekvenciákat is, akár például a Terminator 2 a mai napig szerintem az egyik legjobb ilyen téren. Még akár ezt is übereli, annak ellenére, hogy elég sok CGI-t is használtak. De a rendezői kreativitás ott még erőteljesebb volt, nem volt annyira önismétlő, olykor nem volt túlnyújtott egy jelenet során, pont olyan hosszú volt egy akciósor, amennyinek kennie kell. Itt azért néha átestek a lótusó oldalára. És pár karakter is olyan hirtelen tűnik el, viszont vannak vesztes karakterek, vannak halálok is, ezúttal több, mint az előző részeknél, talán. Mert bármint, hogy a jó oldalon is. Előző részekben nem voltak mindig ilyen rizikót vállalósak. És a történet ugyan a csúcspontjára, a tetőfokára akar hágni. Nem tudom, hogy innen hogy tudják majd tovább vinni, ha tényleg lesz folytatás. Hát, a három is, meg nem is, mert jó lenne látni még akár ezt a karaktert, hogy legyen egy igazi, úgymond a negyedik jó részünk, mert nekem a harmadik ugye nem tetszett. De közben tartott róla, hogy kicsit kifullad az egész. Tehát lehet, hogy eljött az idő arra, hogy inkább ezt ne folytat, csak úgyis ilyen spin-off, meg sorozat, meg minden. Lesz itt még mit mutogatni, szóval szerintem itt is lehet, hogy néha kevesebb, az több. Főleg, hogy ez a negyedik epizód a csúcspontra volt építve, hát akkor fejezzük be a csúcsponton. Nagyon sok sportoló színész nem ott fejezi be, és azért élete vége felé, vagy színészi pályája, munkája vége felé már nem úgy emlékeznek olykor rá, mint ahogy annó egykor, és ez rossz szint vehet az egész karrierje életének, vagy mondjuk színészi pályafutása szakaszának végére, rossz fényt vet.
és nem a csúcson hagyja abba, ugyanúgy mondják ezt sportolókra, olimpikonokra is sorolhatnám. Lehet, hogy itt is ezt kéne követni, és inkább itt abba hagyni, legalábbis a fővonalat tekintve, meglátjuk, hogy ez majd hogy lesz. Búcsúzom tőletek, én egy olyan 75%-ot adnék ennek a résznek. Jó kis epizód volt, jó kis rész volt, de azért lehetne még hova fejlődni a karakterek, a történetvezetés, a rendezés tekintetében, és a koreográfiákat pedig lejjebb szűkíteni, és inkább emlékezetesebbre és nem olyan hosszúra vinni. Volt itt három ilyen nagyon durva szekvencia, ami viszont enélkül is emlékezetes, de ha most ötödjére is ugyanezeket látnám, lehet, hogy már kicsit sok lenne. Búcsúzom tőletek, sziasztok!